Idegen forgalmi szempontból nagyon jó év volt a 2018-as esztendő. Ez igaz annyira egyházi és az országos turisztikai célpontok statisztikáira egyaránt. Az elmúlt évekhez képest idén több fesztivál várta a szórakozni vágyó fiatalokat, ami nagyon jót tett a különböző szálláshelyeknek. A hazánkban főszezonnak számító június és július csapadékmentes volt, ami szintén jó hatással volt a nyaralási kedvre. Sokan foglaltak szállást egy-egy hétre. De nem csak az időjárás lendített sokat az utazások szervezésén. Belföldön is nagyon-nagyon sok hosszú hétvége volt, és ezeken a hosszú hétvégeken ugye a szállodák megteltek. Külföld vonatkozásában pedig nem volt semmilyen olyan extrém időjárási dolog, vagy bármilyen probléma, ami ugye azt jelentette volna, hogy esetleg nem tudtak volna a magyarok utazni. Az évről elmondhatjuk, hogy a nyáron visszajött a Törökország, visszajött az Egyiptom és a Tunézia, továbbra is nagyon közkedvelt úti cél volt a Bulgária, ez főleg ugye a kisgyermekes családoknál, illetve a magyaroknál népszerű mérszerű Görögország hiszen nagyon-nagyon szeretjük a görög konyhát, a görögöket, és egyéni közlekedéssel még mindig Horvátország az, ami abszolút évek óta vezet, és úgy gondoljuk, hogy ez majd a 2019 évben is hasonlóan fog működni. Ha valaki nem Horvátországot választotta a nyaralás célpontjának, hanem például egy 1200 kilométerre lévő görögországi várost, akkor általában már nem az egyéni autós utazást választották, hanem a repülőgépes megközelítést. Ehhez az is hozzájárult, hogy idén már Debrecenből is számos közkedvelt úticiát lehetett elérni repülővel. Idén is népszerűek voltak a buszos, nagy csoportos utazások, belföldi kirándulásra pedig sokan választották a vasúti közlekedést. Azt lehet mondani, hogy nyári időszakban nagyon-nagyon kedvelik a hosszú turnusokat, tehát ugye ami több mint egy hét, de nem éri el a két hetet, általában ilyen 10-11 napos utazások, de azért a, a legnagyobb általánosságban, ugye is a szezonban is el lehet mondani, maga az utazási irodák is erre készülnek föl, ugye az a repülős 8 nap 7 éjszakás turnusok, illetve belföldnél, ahogy az előbb is említettük, ugye a sok hosszú hétvége miatt ezek a 3-4 napos utazások voltak az idén a legkelendőbbek. A statisztikák szerint a turisták által leginkább keresett tíz város között nincs nagy változás. Még mindig Budapest, Hévíz, Hajdúszoboszló és Siófok számít favoritnak. Újdonság viszont, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek és marketing tevékenységének köszönhetően Nyíregyháza is felkerült a tíz legnépszerűbb város közé. Azonban, hogy ez a feltörekvő tendencia tovább folytatódik-e, és a megyeszékhely meg tudja tartani pozícióját, az a jövő év végi statisztikákból derül majd ki.